Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban azt szeretném megmutatni, hogy milyen H0-ás méretű kapcsolókkal találkoztam eddigi modellező karrierem során, milyeneket használtam, és hogy melyiknek mik az előnyei és a hátrányai. Hát kezdjük is rögtön a szerintem leginkább ismert kapcsoló típussal, a hagyományos kengyeles kapcsolóval, ezzel a kis műtyűrrel, amit itt most a kezemben tartok. Nem tudom pontosan, hogy mikor az első ilyen kapcsoló szerkezet, mikor jelent meg először, de gyanítom, hogy így a 60-as, 70-es évek környéke lehetett. Ugye régen a klasszikus NDK-s pikó modellek mind ilyennel jöttek, nem ezzel a cserélhetővel, hanem a beépítettel, és a mai napig nagyon sok modellgyártó ezzel a kengyeles kapcsolóval szereli a járműveit, újonnan is. Hát e fölött a kapcsoló felett szerintem azért messze eljárt az idő. Igazándiból nem alkalmaz semmi olyan nagy extra technikai dolgot, ami miatt drága lenne. Szerintem ezért is szeretik a modellgyártók alapból ezzel ellátni a kocsijukat. Gyakorlatilag egy fröccsöntött alkatrész és egy ráhajlított ilyen kis fémkengyelből áll az egész dolog. Igazándiból olcsósága mellett a pocsék kapcsolási tulajdonságai jellemzik még ezt a kapcsolót. Ugyan nagyon könnyen összeakad, de nagyon könnyen szét is akad. Merev kapcsolást azt nem biztosít, tehát jobbra-balra elfordul az egész kapcsolószerkezet, elég lazán is kapcsol, nagyon érzékeny a különböző vertikális mozgásokra, illetve a tengelyirányú dolgokat se nagyon szereti, hát látható, hogy nagyon könnyen szét tud kapcsolódni. Hogyha megnézzük, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, itt van két teherkocsi, aminek a végein ilyen kapcsolás van. Ugye úgy néz ki, hogy szépen így össze tudnak akadni, és akkor hát látható, hogy az egyik nagy probléma az, hogy ha leteszem, akkor eléggé laza a kapcsolás, illetve hogy rendkívül nagy távolság van itt a két kocsi között összekapcsolt állapotban is, egyenesben és ívben is. Megmondom őszintén, ez nem néz ki annyira jól, és van egy olyan probléma még, amit meg kell említeni, hogy tolt üzemben nagyon-nagyon könnyen kisiklanak a szerelvények, hogyha ilyen megoldást alkalmazunk. Ez a kapcsoló egyébként automata kapcsolásra alkalmas, ugye az automata kapcsolásra azt értjük, amikor két kocsit ugye így összetolunk, és automatikusan összekapcsol, illetve hát késleltetett szétkapcsolásra annyira nem alkalmas, hiszen ugye ahogy látjuk abban a pillanatban, hogy ugye megnyomjuk a fölfele a kis kengyeleket, rögtön vissza is esnek, hogyha megszűnik a nyomás, szóval a késleltetett szétkapcsolásra ezek a kengyeles kapcsolók nem alkalmasak. Én egyébként minden járművemnél ezeket rögtön cserélni szoktam, mert a terepasztalon az üzembiztonság azért egy fontos kritérium, és ők nem remekelnek benne. A következő kapcsoló típus az a klasszikus fecske-farkas rokó kapcsoló. Ez a fajta kapcsoló, ez körülbelül szerintem hogy a 90-es évek eleje óta, vagy a 80-as évek vége óta van jelen velünk. Előtte is volt egy ilyen fecske-farkas kapcsolója a rokónak, az viszont nem kompatibilis ezzel a típussal. 85-86-os gyártású rokó vagonon még az van, ebből gondolom, hogy itt a 90-es évek eleje vagy a 80-as évek vége óta van ez a kapcsoló velünk. Ugye ennek a kapcsolónak olyan tulajdonságai vannak, hogy rövid kapcsolásra alkalmas, tehát hogyha összekapcsoljuk a két kocsit, akkor az ütközőjük majdnem össze fog érni, merev kapcsolás biztosít, illetve ő is alkalmas automatikus összekapcsolásra és késleltetett szétkapcsolásra. Hát nézzük meg itt ezen a két pőre kocsin, ilyen kapcsoló van az egyik végükön. Ugye ez úgy működik, hogy amikor szépen így közelítenek a vagonok, szépen automatán összeakadnak ezek a kis fecskefarkak, és akkor utána egy fix kapcsolatot biztosít. Ugye oldalirányba merev a kapcsolás, tehát semmiféle elmozdulást nem enged, illetve ugye itt a kis csavaró erőknek se enged a kapcsoló, tehát a különböző ilyen mozgásokat is jól tűri, nem akad szét. Viszont amire nagyon érzékeny ez a kapcsoló típus, az a
függőleges irányú mozgások. Itt van azért egy bizonyos mennyiségű toleranciája, de hosszabb vagonoknál, olyan vagonoknál, ahol nem teljesen tartották be az előírásokat, és nagyon lötyög mondjuk a kapcsolót, képes az emelkedő sík átmenetekbe szétkapcsolni ez a kapcsolótípus. Jellemzően egyébként az íves részeken tud szétkapcsolni, nekem az a tapasztalatom. Ettől függetlenül egy nagyon jól használható kapcsolótípus, és azt kell, hogy mondjam, hogy a szerelvények, amik nekem vannak, azoknak a nagy részén ez található, megbízhatóan működik. Ugye, ha megnézzük, akkor a közel kapcsolásnál nagyjából egy ilyen milliméteren belül tartja egyenesben az ütközőket, ha ugye vontatunk, akkor egy picit eltávolodnak, ez ugye nyilván a kinematikától függ, illetve ugye oldalra is pont annyit enged, hogy szépen ne akadjanak össze a kocsik ütközői. Ő is alkalmas arra, hogy késleltetett szétkapcsolást csináljunk, az azt jelenti, hogy ha itt alulról ugye megnyomjuk őket, itt van egy ilyen kis kengyel, itt az aljukon, hogyha ezt a kengyelt fölnyomjuk, ez fönt marad, és amíg tolatunk, addig összekapcsolva maradnak a kocsik, majd amikor elindulunk a szerelvény elejével, mozdonnyal a másik irányba, akkor szétkapcsolódik a kapcsoló. Ez nagyon hasznos akkor, hogyha különböző ilyen tolatgatásokat, rendezgetéseket csinálunk a terepasztalon, mert akkor a kocsi lekapcsolóknak gyakorlatilag a vágány elején megmondjuk, hogy puff, na most itt kapcsolt szét, annál a kocsinál szétkapcsol, betoljuk a végére, és ott pedig szépen el fognak válni egymástól. Vannak olyan járművek, amik egyszerűen úgy vannak megkonstruálva, hogy ez a kapcsoló túl rövid nekik. Na hát nekik van, náluk használom ezt a magasságában állíthatós rövid kapcsolót, ez ugyanaz a kapcsoló, annyi a különbség, hogy van egy ilyen kis leszedhető fej, amit ebbe a kis bepattintható részbe kell becsúsztatni, lehet állítani egyrésztről a magasságát, ez ugye olyan járműveknél fontos, ahol nem feltétlenül tartotta be a gyártó a nem szabványokat, illetve minden egyes ilyen kapcsoló, ez 2 mm-rel hosszabb, mint a sima, normál, nem magasságba állíthatós rövid kapcsoló. Ez azért fontos, mert sok esetben pont az a 2 mm az, ami eltartás, pluszba eltartás szükséges ahhoz, hogy ne legyen siklás a vége. Tipikusan ilyen járművek például a Brava Halberstadt-i kocsik, illetve az Acme-nak a Rába Intercity kocsijai. Ha kettőt használunk, tehát hogyha mind a két kocsit ezzel kapcsoljuk, akkor már egy kicsit túl sok, ugye 4 mm, majdnem fél centi lesz a többlet, viszont én úgy szoktam őket alkalmazni, hogy az egyik kocsinak ilyen magasságállítós kapcsolója van, a másiknak meg sima, és akkor pont az a 2 mm, amivel távolabb tart, az elegendő lesz. Ilyen kapcsolókkel egyébként a Pico Hobby szériás járműveire, a Herculesre és a Taurusra is, hogy lehessen őket ezzel a fecskefarkas csatlakozóval szerelni, és ne kelljen a kengyelest használni. Ennyit erről a kapcsolótípusról, és akkor következzék egy másik Rokó kapcsoló, amit használok, ez pedig a Rokó univerzális kapcsolótípus. Ez, mint ahogy a neve is mondja, arra lett kitalálva, hogy univerzálisan lehessen vele kapcsolni. No de mit? Hát a régi kengyeles kapcsolót elsősorban, illetve a Merklin féle ilyen univerzális kapcsolóval is kompatibilis. Ha megnézzük, itt a konténer szállítóknak a másik végén ez a fajta kapcsolótípus van. Ugye ezek egymással úgy kapcsolódnak, hogy gyakorlatilag így átfogják egymást, és gyönyörű szépen így összezárnak. Ő is egy rövid kapcsolótípus, tehát ő is közel húzza a kocsikat. Most azért van itt ekkora távolság, mert mind a kettő kapcsoló ilyen magasságállítós típusú, és ugye hozzáadja azt a 4 mm-t ugyanúgy, mint a fecskefarkas kapcsolónál. Szóval ők is rövid kapcsolók, nagyjából hasonló tulajdonságai vannak, mint a fecskefarkasnak. Kicsit szélesebb, robosztusabb, ugye ez azért is van, hogy össze lehessen kapcsolni a kengyeles kapcsolóval. Viszont van egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága, a méretét kompenzálandó, rendkívül jól kapcsol. És gyakorlatilag jobbra-balra, tehát vízszintes irányba semmit nem enged, és ami nagyon fontos, föl-le se kapcsolódik szét, tehát sokkal masszívabban összekapcsolja a kocsikat, mint a Rokó fecskefarkas kapcsolója,
Ez olyan esetekben nagyon hasznos, amikor az ember ilyen nagyon háklis kocsikat kapcsolgat össze, vagy mozdonyokat, mint például az Acme Traxom, ami gyakorlatilag a fecske-farkas kapcsolókkal a legtöbb kocsi mögül egyszerűen leakad, mert olyan a kinematikája, hogy annyira mozog, annyira nincs a helyén és nem jó pozícióban van, hogy gyakorlatilag a legkisebb kis mozgásokat se tudja tolerálni, szétkapcsol. Na hát ezekkel a kapcsolókkal, ezekkel viszont atombiztosan működik. Hát most itt kicsit demonstrálom is a dolgot, hogy iszonyatosan nagy a kapcsolónak a tűrése, amilyen szögekben még tart. Jobbra-balra is, ívekbe is, mindenhogy bírja. Ez a kapcsoló is alkalmas késleltetett szétkapcsolásra. Itt, hogyha szépen fölnyomjuk a két pöcköt, akkor így szétakad, ugyanúgy, mint a másik kapcsoló, tehát vele is ugyanúgy lehet tolatni. Betolatunk, majd szétkapcsol a kapcsoló. Amit még meg akarok mutatni, az, hogy ugye ő hogy kapcsolódik össze a régi kengyeles kapcsolókkal. Ugye itt van ez a kocsi, neki kengyeles kapcsolója van, és gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy ez a kis karom, meg itt ez a hátsó ilyen kis pöcök, ezek így beleakadnak a kengyeles részbe, és akkor onnantól kezdve kapcsolódik. Nem nyújt olyan masszív kapcsolási biztonságot, mint ugye a másik ilyen kapcsolóval, tehát azért valamennyire figyelni kell itt a dolgokra, mert annyira nem csinál biztos kapcsolást, illetve az oldalirányú, illetve a fölle irányú mozgásokra azért jóval érzékenyebb, mint úgy önmagába, de össze lehet vele kapcsolni a régi szerelvényeinket, és nem szükséges azzal variálni, hogy akkor most melyiken éppen milyen kapcsoló van. Ez főleg akkor fontos, hogyha vannak régi olyan szerelvényeink, amiben nem cserélhető a kuplung, és akkor ugye ezzel a fajta kapcsolóval meg lehet oldani azt, hogy mégis együtt járassuk az új járműveinkkel. Nem véletlen az is, hogy ezt a fajta kapcsolót használják nagyon sok klubban, illetve kiállításon, valamint a modulosoknak is nagy kedvence, pont amiatt, hogy elég univerzális, régi és új dolgokkal is össze lehet kapcsolni, és amellett nagyon jó üzembiztonsággal rendelkezik. És akkor most jöjjön egy olyan kapcsoló, ami egy picit szokatlan, én se régóta kezdtem el alkalmazni, ez pedig a Pico-nak az úgynevezett merev kapcsolója. Most itt talán látszik, ez két darab ilyen kis U-alakú műanyaggal kapcsolódik így egymásba, gyakorlatilag egy ilyen, hát nem is tudom, hogyha így nézzük, akkor egy ilyen G betűt formál a kis kapcsoló. Ez teljesen merev kapcsoló, és inkább olyan szerelvényekre jó, amiket fixen járatunk, mert hogy, mindjárt meg is mutatom, ő automata kapcsolásra nem alkalmas, tehát őt nem lehet úgy összekapcsolni, hogy csak összetúljuk a két vagont, hanem úgy kell, hogy így átemeljük az egyik kapcsolót a másik fölött, és akkor így szépen összekapcsol. Ő is egyébként egy rövid kapcsoló, tehát mint itt is látni, gyakorlatilag egy milliméter van a két ütköző tányér között. Mereven tart, nagyon masszív, egyedül a vertikális irányú dolgokra érzékenyebb, de ott is elég nagy a toleranciája, egy picit nagyobb a toleranciája az ilyen elmozdulásokra, mint a hagyományos rokó fecske-farkas kapcsolónak, viszont messze nem olyan jó, mint az univerzális kapcsolói. Ezzel a kapcsoló típussal jellemzően olyan szerelvényeket érdemes szerelni, amiket egyben járatunk, például a kokányra egy fix inga szerelvényt, vagy olyan motorvonatot, amiben nem cserélgetjük a kocsikat, olyan szerelvényt, ahol változtatgatjuk a kocsikat, olyat nem érdemes vele szerelni. És akkor a végére itt van még egyfajta kapcsolótípus, ez a Fleischmannnak az úgynevezett profi kuplungja. Onnan lehet ismerős, hogy a Rola kocsik ilyennel vannak kapcsolva. Róla annyit lehet tudni, hogy ő is egy rövid kapcsoló, ő is alkalmas automata összekapcsolásra és késleltetett szétkapcsolásra. Neki is alul van itt egy ilyen kis pöcök, amit ha benyomunk, akkor szépen itt ezt a kapcsoló részt ezt így fölnyomja, és ezek ott is maradnak.
ő is elég jó oldalirányú stabilitással és csavaró stabilitással rendelkezik, viszont ugyanaz a hátránya megvan, mint a fecskefarkasnak, hogy ugye fölle irányú mozgásokra viszonylag hamar szét tud kapcsolni. Ami még nagy előnye, hogy ugye kis mérete miatt, hogyha hozzámérjük itt a fecskefarkas kapcsolót, ugye látszik, hogy azért egy jóval kompaktabb kis dologról van szó, kisebb mérete miatt kevésbé zavaró a modell járműveken. Természetesen nem élethű ő sem, de azért egy picit talán szolidabb, mint a Rokkónak ez a nagyon messzire kinyúló ilyen kis fecskefarok része. Hát ezt a kapcsolót, ezt igazándiból csak a Railjet szerelvényemen használom. Ott is azért, mert ennek van egy ilyen áramvezetős verziója, ami relatíve jó áron volt annak idején kapható, ma már nem, és azzal viszonylag könnyen megoldottam azt, hogy az egész szerelvénybe végig legyen vezetve a világítás. Fontos még megjegyezni, hogy rövid kapcsolókat csak olyan kocsihoz érdemes alkalmazni, illetve olyan kocsinál érdemes használni, amik rövid kapcsoló kinematikával rendelkeznek. A kinematika ez az itt a képen látható dolog, ami azt csinálja, hogy egyenesben összehúzza, az ívben pedig szépen eltávolítja a kapcsoló szerkezetet, és így biztosítja azt, hogy ne akadjanak össze a kocsi végek. Kinematika nélküli kocsikon nem érdemes rövid kapcsolásra alkalmas kuplungot használni, ott vagy a sima régi kengyeles kuplungot, vagy pedig ugye ezekkel a magasság állítós kuplungokkal lehet próbálkozni, mert ezek már lehet, hogy eltartanak annyit, hogy nem akad össze a kocsi két ütközője, még ívben sem. Hát összességében annyit tudok még elmondani, hogy általánosan kijelenteni egyik kapcsolótípusra se tudom, illetve hát azért is van több ilyen kapcsolóm a repertoáromba, mert mindegyik egy picit másra jó. Az esetek 90%-ában én ezt a Rokkó fecskefarkas kapcsolót használom, a maradék 10-ben pedig az univerzálisat, illetve ugye bizonyos esetekben a Pico merev kapcsolóját. Ez igazándiból annak a függvénye, hogy az adott jármű, az adott kocsi az milyen paraméterekkel rendelkezik, mit akarok mivel összekapcsolni, és akkor ezek alapján eldöntöm azt, hogy melyik az ideális kapcsoló hozzá. Ez tipikusan az a dolog, amit az embernek így ilyen kísérletezgetések árán érdemes így kitapasztalni, hogy melyik az, ami bejön, melyik az, ami kinézetre, tudásra, illetve üzembiztonságra is megfelelő. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem hasznosakat tudtam most elmondani nektek, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!